beépüled a napelem parton? Fönn van a tetőn. Az nem. Már fönn van? Fönt van. A 74 milliós? Igen, azt fönn van a tetőn. Három tetőn van fönt. Három az intézmény. Óvodának van 11 kW-ja, 12 kW-ja, egészségháza 12 kW-ja, a hivatalnak 15 kW-ja. Az összes beruházásunk, amit csináltunk, tehát be kellett mutatni, hogy milyen tevékenységet végez az ember a klímavédelem érdekében. És akkor innentől kezdve a kerékpárút, az a biológiai szennyvíztisztító, ami van, a napelemes közvilágítás itt a főtéren, a napelemberuházások, a aprítékos kazán, a energia erdőnk, amit telepítettünk, tehát ezek mind a... és ezt értékelték. 16 pályázó volt, és nyilván 4 település kapta meg. Mik azok a legújabb fejlesztések is talán, amit Derekét házán most itt találkozhatunk? A legújabb fejlesztések azok a település önfenntartásáról szólnak, hiszen a kialakított napelemrendszer, amivel áramot állítunk elő három intézményben, az már erre célt szolgálja. Itt a kialakított közparkban is napelemes közvilágítással találkozhatunk. Kialakítottunk 4 intézményben olyan kazánrendszert, amik aprítékkal működnek, ezek teljesen automatizálva vannak, és ehhez kapcsolódóan természetesen aprítékk előállítást is meg tudjuk magunknak teremteni, és aprítógéppel, gépünk van, valamint olyan területünk, ahol energia nyarat. Na de hát ez kaptatok egy szép kitüntetést is, egy elismerést is, nem? Igen, így, igen, igen. De azért erről is szóljál már valamit, mert... Köszönöm a fölhívást, hiszen a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Magyar Éghajlatvédelmi Szövetség felhívására adtunk be egy pályázatot az eddigi munkánkra alapozva, és ezt hál' Istennek díjazta is a Grénum, és a 2013-ban a Klímasztár díjat megkapta a településünk. Gratulálunk hozzá! Köszönöm szépen! Derekegyházára mentünk, Derekegyházán polgármester úrral szintén az eddig megvalósult fejlesztéseiről, illetve a jövőképről beszéltünk. Ott érezhető, hogy az a település ugye tagja azoknak a települési csoportoknak vagy településeknek, ahol a helyi piacokban, a helyi termékek előállításában, megfelelő gasztronómiai különlegességekben próbálnak egy közös úton elindulni, ami nagyon fontos ebben a mai világban, már csak azért is, mert egészséges élelmiszerről van szó, és olyan egyedi térségre jellemző élelmiszerekről, kiegészítőkről, amely ennek a térségnek az értékeit meg tudja mutatni. Ugyanakkor azt is láttuk, hogy azok a fejlesztések, amik a középületek fűtésrendszerében megvalósultak, azok mind a önkormányzatnak a gazdasági stabilitását jelentett. Beszélgettünk azokról a vállalkozásokról, amelyeknek részben bizonytalan a sorsa, a jövője. Én bízom abban, hogy ebben is megnyugtató megoldások kerülhetnek. Nem egyszerű történetek vannak sajnos a településen, de hát mindenütt vannak nehezen kezelhető és nehéz esetek. Én úgy gondolom, hogy a polgármester úr és a község vezetése, a lakosság ezt meg fogja oldani.